származik. Édesapja Mikófalvi Bertalan évtizedeken át gazdasági joggal foglalkozott. Később a piacgazdaság alapjait megvető társasági törvény egyik kimagozója volt. A Magyar Jogász Szövetség munkájába is bekapcsolódott. Hosszú ideig a vállalati jogásztagozat elnöki posztját töltötte be. Édesapám mind az én számomra, mind jogászgyermekeim számára példakép. Ő a jogi egyetem elvégzése után ügyvédjelölti gyakorlatot folytatott, aztán nagyvállalati jogtanácsosként helyezkedett el, hamarosan iparági jogi irodavezetőjévé választották. A szakma liberalizációját követően ő alapította és vezette az első jogtanácsosi munkaközösséget, később átnyergett az ügyvédi pályára, ahol is komoly szakmai sikereket ért el a társasági jog és a gazdasági jog területén, olyannyira, hogy elnyerte a legnagyobb presztízsű ügyvédszakmai díjműtetést, az ötös kategóriát. A humán beállítottságú édesapa, bár sohasem sérelmezte, nehezen értette meg, hogyan válhatott három fiú gyermeke közül az egyikből képészmérnök, a másikból villamosmérnök, a harmadikból pedig matematika-fizika szakos tanár. Dr. Mikófalvi Gábor a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán híradástechnikai szakon szerezte első diplomáját. Jó magam a villamosmérnöki diploma megszerzését követően egy nagyvállalat fejlesztési igazgatóságán helyezkedtem el, kutatófejlesztő mérnökként. Itt mikrohullámú távközlési berendezések fejlesztésével, gyártásával foglalkoztunk. Legalább egy berendezés egységünk része volt abban, hogy Magyarországon láthatták a Moszkva-Jorvénia tévé közvetítését, különösen színesben. Az öt év mérnöki tevékenység során megismerkedtem a szabadalmi és újítói jog aspektusaival, feltalálói újítói szempontból. Ez is közre játszhatott abban, hogy, ahogy mondani szoktam, az alma visszagurult a fa alá, és áttértem a jogi pályára. Dr. Mikófalvi Gábor 1990-ben szerezte meg az ELTE Állam és Jogtudományi Karán Summa Cum Laude minősítésű jogász diplomáját. Nem lettem azonban hűtlen teljesen a műszaki előéletemhez, két okból sem, egyfelől, mert a mérnöki gondolkodás annyira belém ivódott eddigre, hogy ha akartam, se tudtam volna ezen változtatni, mai napig hat ránk. Másfelől pedig a jog területén az ipari jogvédelemre a szellemi alkotások jogára szakosodtam, ahol is össze tudtam kapcsolni a műszaki és a jogi ismereteket. A Fővárosi Bíróság, mai nevén Fővárosi Törvényszék Ipari Jogvédelmi Tanácsában közel másfél évtizedig dolgozott. Kezdetben beosztott bíróként, majd tanácselnökként, ahol státuszügyekben és ipari jogvédelmi perekben kamatoztatta tudását. A Magyar Védjegy Egyesületnek 22 éve alelnöke, melynek keretében aktív munkát folytat az ipari jogvédelem területét érintő jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekben, így részt vesz az ipari jogvédelmi jogszabályok korszerűsítésében, módosításában. 2007-ben megítélték a Magyar Védjegy Kultúráért díjat. Ügyvédként 1995-től kezdve dolgozik. Ügyvédi praxisomban az ipari jogvédelmi ügyek mellett egyéb ügyek is felmerülnek. A szerelem azonban örök, változatlanul az ipari jogvédelem a szellemi alkotások joga a kedvenc szakterületen, és legszívesebben ezekkel kapcsolatos bejelentésekkel, kontradiktúrius eljárásokkal, jogvitákkal foglalkozom. Dr. Mikófalvi Gábor gyermekeivel a jogász dinasztia újabb generációja lépett az előtt nyomdokaiba. Fia Ádám és lánya Móra is követte őt a jogi pályán. Büszkeséggel tölt el, hogy ma már mondtam a gyermekeim, az együttműködve végezhetem. Mindkét gyermekem pályája elején álló ügyvéd. Fiam kiváló büntető ügyvéd kolléganő mellett nevelkedett, úgyhogy a polgári jog mellett ez a szakterület sem idegen számára, amit én nem művelek. Lányom pedig Franciaországban és Magyarországon tanult polgári jogász, infokommunikációs szakjogász. Mindkettőjük szakterületéhez hozzátartozik a szellemi alkotások joga, és remélem, hogy idővel ez a terület egyre nagyobb szerepet fog elfoglalni a munkálkodásukban. A velük való együttműködés, egymás munkájának segítése, kiegészítése egyfelől biztonságot jelent, tehermentesít, másfelől megnyugvást is ad, mert valahol a folyamatosságot a lány bőrizetét